következő eszköz, amit meg fogunk nézni, ez maga a blog. A blog, ahol nagyon sok információ után tudsz még kutatni, szintén rengeteg ötletet adhat. Itt például beírtam most egyszerűen a Google keresőbe a fitness szót, és utána az, hogy blog, tehát ilyen blogokat keresek, és hogyha rákattintok mondjuk erre a blogra, akkor bejön mondjuk itt egy bejön ez az oldal, és hát itt végig tudom nézni, milyen cikkeket írtak, milyen témakörökben, milyen, milyen népszerű bejegyzések voltak. Tehát ugye azok, amiket legtöbben nézegettek, milyen oldalakat ajánl, tehát tovább mehetek, és tovább nézelődhetek, és hasznos oldalakat találhatok, mondjuk. Tehát ez mondjuk egy oldal, ha visszamegyek, akkor megnézzük mondjuk ezt a következőt. Ugye itt is, ez már egy kicsit specializáltabb, ugye, hogy fitness edző anyuka. Tehát egy C-piacot választott ki az anyukákat, és feléjük szolgáltat. Ugye itt is érdemes végigolvasni, milyen hozzászólások vannak, mennyi hozzászólás van, mik a legutóbbi bejegyzések, milyen címkék vannak. Láthatod, hogy vannak olyan címkék, amik kisebbek, és vannak olyanok, amik nagyobbak. Tehát ezek, amik nagyobbak, az azt jelenti, hogy sokkal többen kattintottak rá, tehát azok a témák azok jobban érdeklik az embereket, tehát ez is egy szempont lehet neked. De akár megnézheted azt, hogy mit ad mondjuk feliratkozásért, tehát ugye itt csak egy sima blogkövetés van, tehát uh, akkor, hogyha te már egy picit többet kínálsz, akkor már előrébb vagy, tehát mindenféleképpen érdemes ezeket itt körülnézni. Ugye itt is, itt is egy hasznos dolog, hogy a végén szólítja fel, a végén is felszólítja arra, hogy iratkozzon fel hírlevelekre, és hogy miket fog kapni. Jó, tehát itt, itt van azért még sok minden. Itt érdemes a cikkeket végignézni, és végig gondolni az, hogy számodra mik azok a még hasznos információk. Mindenféleképpen, hogyha ha a blogokat ellenőrzöd, akkor nézd meg azt, hogy mennyire szólnak hozzá. Mert itt láthatod, hogy mennyire van érdeklődés arra a témára, amit, amivel te foglalkozol. Érdemes megnézni a, a kommenteket, tehát, hogy milyen hozzászólások születtek. Mert a hozzászólásokból szintén hasznos információkat szerezhetsz. A kommentekben megtudhatod azt, hogy milyen problémáik vannak milyen kérdéseket tesznek fel, amiből leszűrheted azt, hogy mire van szüksége ennek az embernek, aki ott kérdezett. Egyáltalán nézd meg, hogy miket kérdeznek, amiket mondjuk nem találnak meg az oldalon, és itt is találhatsz olyan réspiacot, amire te tudod a megoldást. Mi az oka annak, hogy, hogy ilyen kérdéseket tehetnek fel? Vajon mennyi ideje kereshetnek ezek az emberek a termékre? Tehát ezeket így magadnak érdemes feltenni, ezeket a kérdéseket, hiszen ezek majd a termékfejlesztésnél jól jöhetnek, de lehet, hogy éppen a piac kutatásnál, amikor nézed meg a konkurenciádat, akkor fog beugrani egy gondolat, ami, ami segít abba, hogy kifejlesz egy olyan terméket, amit mondjuk olvastál több helyen is. Ugye, hogyha több helyen olvasod, akkor sokkal jobban megerősíthet téged abban, hogy erre tényleg hiány van, erre tényleg szükség van, akarják az emberek, tehát mindenféleképpen érdemes akkor elgondolkozni azon, hogy, hogy te tudsz-e arra problémára megoldást adni, és milyen megoldást tudsz adni erre. Úgyhogy szintén egy hasznos eszköz a blog használt, kutas, ami még érdekes lehet, hogy van egy ilyen, hogy bloglap.hu, ahol rengeteg blogot találsz, tehát itt további információkat szerezhetsz, ugye itt, ahogy lapozok, itt láthatod, hogy, hogy hát azért Elég sok oldal van, úgyhogy lehet nézelődni és gyűjteni az információkat. Minél többen tudsz majd ilyen információkat, annál pontosabb, célzottabb lesz a cpiacodnak a megszólítása. Köszönöm a figyelmet!